Köszönöm szépen. Nézzük, igazából mi volt az elmúlt néhány év leggyakoribb mondata az üzleti megbeszélések során? Szerintem ezt mindenki ki tudja találni. Ugye le vagy némítva, tehát így az online világ, ahogy ránk tört, gyakorlatilag kénytelenek voltunk használni mindenféle digitális eszközöket. Ez is egyben kényszer volt, de igazából nem is szeretném feltétlenül a virtuális teret és a különböző online konferenciákat elmérgetni, mert már lerágott csont, hogy a Covid miatt kénytelenek voltunk ugye home office-ból is dolgozni. De ha egy kicsit tovább gondolunk, akkor most mi is már 20 évesek vagyunk, és azóta foglalkozunk digitalizációval, dokumentumkezeléssel, vállalati folyamatokkal, és mindig erőltettük, és 10 éve is a papírmentesség volt a fő zászlónkon, és hát azt gondoltuk, legalábbis 10 éve, hogy majd 10 év múlva eljön ez a korszak, amikor 2020-ban már a papírnak ez lesz az egyetlen felhasználási módja. Ez nem jött el, igazából tudjuk, én mindig szoktam mondani, hogy hát rengeteg e-mailt is kapunk, meg most már mindenféle social media felületen, meg egyébként itt a Viber-től, a WhatsApp-on át mindenhol kommunikál az ember üzleti célból is, de természetesen papír is van, még velünk van, aláírjuk és használjuk. De én azt gondolom, és egy kicsit talán meghazudtolva önmagamat, hogy nem is feltétlenül ez a lényeg, tehát hogy fontos az, hogy minél kevesebb papírt használjunk föl, de valójában sokkal fontosabb az, hogy amit csinálunk, azt hatékonyan és jól csináljuk, és igazából ebből a kényszerből hogyan lesz lehetőség. Hát kezdjük a kényszerrel. Miért mondom azt, hogy a digitalizáció velünk van, és ez ma már egy kényszer? Ugye nem kell bemutatni, maga a közigazgatás is ránk kényszerít egyfajta kötelező digitalizációt, adóbevallást már a vállalatoknak nagyon régóta elektronikusan kell megtenni. De ugye 2018. január 1-jével, hogy életbe lépett az elektronikus ügyintézésről szóló törvény, azóta mondjuk például cégkapunk keresztül kell kommunikálni mindenképpen a hatóságokkal, akár tetszik, akár nem, állampolgárként választhatunk, vállalatként nem. És hát természetesen ugye itt bele kell gondolni abba is, hogy ezeket a cégkapuról letöltött különböző hatósági leveleket azért meg is kellene őrizni hivatalosan, hitelesen, nem egy pendrive-on feltétlenül, és az is lehet, hogy mondjuk azt is biztosítani kell, hogy mondjuk ez egy ilyen 8-10 évig, mikor, hogy jellemzően ugye 5 évet szoktak mondani, mi tudjuk, hogy 7, de azért annál tovább is, úgyhogy ezt akár még felül is kell tudni hitelesíteni, de most nem akarok részletekbe menni. Ugye hát értem, szerint az ügyfelek és a fontosabb szájtokkal való kapcsolat az természetesen ugyanúgy meghatározó lehet, hiszen azt lehet mondani, hogy hát az ügyfelek, ha elvárja, akkor digitalizálódunk, ha fontosabb beszállítók, vagy esetleg valaki ne találtam például, mint hogy mi is, hogy kedvezményt adunk, akkor, hogyha esetleg elektronikus számla küldhető, akkor ugye értem, szerint ezen is elgondolkodunk. A B2C az azért érdekes, mert szoftverfejlesztőként is számtalanszor találkozunk olyan helyzettel, amikor már a felhasználók elvárják az üzleti szoftverektől azt a fajta rugalmasságot, amit mondjuk a B2C piacon látott, hogy egy-egy kattintás, gomnyomásra kapja meg az adatot, azt kapja oda, amit szeretne, ne kelljen keresgélni, és ezek az elvárások beépülnek az üzleti világba is. Ez lesz a legunalmasabb, de egyébként a kicsit a legnegatívabb hangvételű diám, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy ez a digitalizáció pont ezért velünk van. Akár akarjuk, akár nem, akár beszélünk róla, akár nem. Mit értek ilyen vertikális digitalizáció alatt? Az, hogy van elektronikus számlázás, van ERP rendszer, van humán erőforrás, van esetleg CRM, akár cloudból, akár simán, de ezek a rendszerek gyakorlatilag egy-egy részét érinti az üzleti folyamatnak nagyon sok esetben, tehát azért mondom vertikumnak, és itt nem is az integrációról beszélek, mert oké, hogy adatot kell rögzíteni, néha felhasználnak egyik rendszerből a másikba, hanem arról, hogy például egy ERP-t használ néhány, mondjuk egy 200 fős vállalatnál mondjuk 5 jól képzett gazdasági felhasználó, viszont mondjuk mire egy számla eljut hozzájuk, addig lehet, hogy mondjuk egyébként meg 8 másik kollégának is hozzá kell szólnia, aki megnézi a teljesítést, leellenőrzi, gyakorlatilag, hogy fizethető első, tehát ennél rosszabb mondjuk egy szerződés jóváhagyási, vagy egy szerződés előállítási folyamat, ahol egyébként egy kutatás alapján körülbelül 50 e-mail is születik addig, mire eljutunk odáig, a számtalan korrektúrák végén, hogy ez a szerződés aláírható és jóváhagyható. Tehát amikor mondjuk egy olyan rendszerről van szó, tehát hogyha hiányos folyamatszemléletbe gondolkodunk, akkor ezek a vertikális rendszerek, ezek sokkal előrébb tartanak, mint maga az üzleti folyamat. És lehet, hogy van BI-unk, meg lehet BI-unk, hiszen ma már nem drága, megfizethető. Viszont, hogyha nincs hozzá adat,
vagy nem megbízható az az adat, akkor igazából nem fogunk valós képet kapni az üzleti döntéshozataltól, és ezért mondom azt, hogy maga az analóg back office, az sok esetben egy szűk keresztmetszetet okoz nálunk, tehát gondoljunk csak bele akkor, hogy mennyivel, milyen az, amikor mondjuk digitálisan bejelentkezek, és szeretnék mondjuk egy bankba egy hitelkérelmet benyújtani, minden megvan azonosítás, majd azért be kell fáradjak a bankfiókba, vagy át kell vegyem akár a papírjaimat, akár alá kell írjam, vagy akár mondjuk egy üzleti kártyát nem tudok elintézni, csak papíron, vagy mondjuk itt az egyik kedves ügyfelünknél, akikre büszkék vagyunk, az MKB bank, ugye náluk, ha véletlenül be is fáradok, de legalább aláírom a tableten, amit szeretnék, akkor onnantól kezdve az automatikusan becsattan egy rendszerbe, és onnantól kezdve az a dokumentum már csak digitálisan él. Tehát, hogy nagyon nagy a kontraszt, amit tudunk gyakorlatilag azzal elérni, hogy csak bizonyos területeket digitalizálunk kényszerből, mert mindenki digitalizál, nincs olyan, hogy már csak papíron működik, nincs olyan vállalat, nincs olyan közigazgatási intézmény. Viszont, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor ez a hibrid működés, ez károkat tud okozni. És itt szoktam mondani, hogy sajnos egyébként sok esetben a közigazgatás előrébb is jár egy kicsit most, mint a versenyszféra, hiszen ott mondjuk mi már, nem tudom, 6-8 éve az oktatási hivatalnál például csináltunk olyat, hogy az összes hallgatóknak szóló levél, értelemszerűen rá vannak kényszerítve, hiszen amikor az első 50 ezer darabot nekik alá kellett írni és le kellett stemplizni, akkor utána rögtön meg kellett azt oldjuk, hogy az elektronikus aláírással készüljön, és mondjuk hivatali kapunk keresztül menjen a hallgatók ügyfélkapujára, mert a következő évben hozzájött még 50 ezer hallgató, és még 50 ezer is kezelhetetlen lenne gyakorlatilag ez a mennyiség. Itt kérdezgettük a kedves részvevőket, hogy hányan írtak alá elektronikusan szerződést, és hát igazából nem meglepő, és ráadásul itt most egy felülreprezentált közösségben vagyunk, tehát, hogy akik érdeklődnek a digitalizáció miatt, vagy a digitalizáció iránt, hiszen itt vagyunk egy ilyen konferencián. Ugye, amit én mondtam, hogy hát ha elmegyünk egyetemre, és elvégzünk egy Master of Business Administration kurzust, aminek nagyon jó a neve, hogy Business Administration, akkor ugye arról is tanulunk, hogy hogyan kell egy üzletet vagy egy vállalatot irányítani, és ugye ennek nagyon fontos, az első kérdés mindenki fölteszi, hogy alkalmas-e a folyamat arra, hogy digitalizáljuk, vagy gondoljuk újra. Igen, gondoljuk újra, de már az is jobb, hogyha a mostanit digitalizáljuk, aztán majd utána kezdjük el, tehát hogy ne papíron, ne e-mailen menjen, hanem valami átlátható rendszerben menjen az a néhány kritikus üzleti folyamat, amit utána visszamérni szeretnénk, vagy látni szeretnénk. A megfelelő érdekeltségi körök az azért izgalmas a számomra, mert mi már 8 éve fejlesztettünk olyan szoftvert a vállalati piacra, amiben volt nagyon szép workflow, volt fal, voltak social media elemek, és a magyar KKV szektorban azt láttuk, hogy a legnagyobb akadálya sokszor annak, hogy amikor a vezető szeretné, de a középvezetői réteg széttorolkodja gyakorlatilag, mert hát nem mindig ott keletkezik az adatrögzítési feladat, ahol az érték, nem mindenkinek érdeke az, hogy áttekinthető legyen, és hogyha mondjuk nincs 2-3 idézőjelbe lelkesebb és a digitalizáció iránt fogékonyabb kolléga, egy fecske nem csinál nyarat, akkor gyakorlatilag a régi egyszerűen bedarálja a régi rendszer, és nagyon-nagyon nehéz. Én úgy érzem, hogy most érett meg kb. A vállalati piac arra, hogy ezzel területtel komolyabban foglalkozunk. Mi egy kicsit korán kezdtük el ezt a kérdést. És hát ugye a szokásos végén, hogy pont azért a végén olyan adataink lesznek-e, amelyből olyan döntéseket tudunk hozni, ami leképezi a valóságot. És hát ugye a Master of Business Administration-nek a példájára nagyon izgalmas az, hogy valójában ugye az üzlet és az üzleti folyamatnak az adminisztráció kéz a kézben kellene járni. Itt szerintem a válaszadók, hogy mondjam, egy kicsit jobb fejek voltak a valósághoz képest, nekem ennél sokkal rosszabb a tapasztalatom, és nagyon gyakran előfordul az egyébként, hogy hát el kell kezdeni munkát, határidő van, mindegy, hogy milyen iparágban, de a jogászok még mókolnak a szerződésen, vagy az már legalább megvan, már a műszaki tartalmat is leegyeztettük, de hát a vezető jóváhagyás az még mire átmegy azon az 5 emberen, aki egyébként csak formálisan hagyja jóvá, mert az, aki a valódi döntést meghozta, az már igazából hozzáírta a véleményét. Viszont ez egyébként nem csak a szállítóknak rossz, hanem egyébként a vevőknek is káros, hiszen nincs a kezükben az a fajta kényszerítő erő, amivel ugye mérföldköveket, határidőket, minőséget számon tudnak kérni, ha, ne adj Isten, bármilyen probléma adódik. Hát igen, úgyhogy amit én szoktam ilyenkor mondani, hogy a front office, webbank, csillivili, webáruház, CRM rendszer,
elektronikus formok és minden egyéb, ami azért van, hogy az ügyfél digitalizálódjon, mobil applikáció, elektronikus számlázás, partnerportál, stb. Nagyon-nagyon fontos, mint fontos, hiszen mindenki szeret egy ilyen étteremben lenni, ugye? Gyönyörű, az, amit szeretnénk. De az nagyon fontos, hogy a back office, az gyakorlatilag mögötte, az az étel, az ne itt készüljön, mert ebben az esetben ugye sokkal nehezebb lesz kiszolgálni azt a fajta ügyfélközönséget, akik ebbe az étteremben beülnek. Nézzünk egy a poénok mellett egy kicsit egy teljes folyamatot, vagy legalábbis csak egy-egy mintát mondjuk a gyártást. Ugye azt mondjuk, hogy a legfontosabb területek itt be- és kiszállítás, és régen még egy nagyon kedves barátom azzal példahozott, hogy kérem szépen, mi terméket, konzervet gyártunk, nem papírt. Ez ma már nem igaz. Lehet, hogy nem papírt gyártunk, hanem dokumentumot, de dokumentáció vagy adminisztráció nélkül nem létezik az értékteremtés. És itt nem csak a szerződések, nézzük egy kiszállítást, szállítólevél átadását viteli jegyzőként, akár papíron, akár elektronikusan, dokumentálni kell ezt a folyamatot, meg kell, hogy legyen visszakereshető, legyen bizonyító erejük kell, hogy legyen. Az ügyvitel, szerződés, teljesítési igazolás, számla, ez lerágott csont, ez a Szent Háromság, mert ugye kell, tudjuk, hogy kell, de azért az is érdekes, hogy itt csak egy példa, gyártócég ügyfelünk, de hogy maga a folyamatot hogyan találjuk ki. Multinacionális beszállítói közül egyik-másiknál ő akkor is kifizeti a számlát, hogyha nem helyes. Mert ha megreklamálja, akkor annál a multinál nem ér össze a maga a kintlevőségkezelés és maga a szállítási rész, és le fogják tiltani az átutalásos fizetéstől. Tehát úgy kellett a folyamatot beállítani nekik, hogy bizonyos partnereknél elő a jóváhagyástól függetlenül menjen el a könyvelésre a számla, ott be az ERP-be, lekönyvelik, átutalják, majd közben megy a workflow szépen folyamatosan, és hogyha hibás, akkor megreklamálják, mert ellenkező esetben megakad a gyártási folyamat. Ugye hát a dokumentálás egy gyártásnak az értelemszerűen fontos, szinte minden iparágban mindent tudnunk kell az alapanyagról, beszállítókról, és elő kell tudnunk venni, hogy az a termék hogyan készült. Hát eljárásokról, belső utasításokról és szabályzatokról beszélni szintén érdekes, mert hát mindenhol van, akár egy kis vállalatnál is, hogy 10-20 van, és a legjobb ugye a szabályzatkészítési szabályzat. De természetesen most a viccet félretéve, tehát ezeknek ugye különböző verziói lehetnek, akár lehet, hogy a gyártás egyik része egyik verzió alapján, másik része másik verzió alapján megy, és hát ugye a minőségbiztosítás elkerülhetett, szükséges jó, vagy szükséges rossz, de ebben ugye az extrém példa az, hogy élelmiszeripő üzemeknél előfordul, hogy az egérvonulási útvonalat is dokumentálni kell, hogy azzal ők odafigyelnek, hogy hát merre mehetnek, és hova, mikor teszik ki a csapdákat, mert ez is egy működéshez szükséges dokumentációs kötelezettség. Úgyhogy egy gyors, tehát megtérül a digitális transformáció, ugye erről mindenki beszél, úgyhogy én csak röviden egy kutatást, amit a Corvinus Egyetem végzett, szeretnék fölvetíteni. Abszolút aktuális, Magyarország felsővezetők, tulajdonosok által, és hát igazából az eredmények azok jók. Standardizált bétában most nem szeretnék belemenni, ez nálam most nem mutatom ezzel önöket. A lényeg az, hogy valójában a nyilatkozók szerint gyakorlatilag az eredmény árbevétele létszámra vonatkoztatva is pozitív adnál, akik elkezdtek horizontális rendszerekbe is gondolkodni, tehát dokumentumkezelőt is vezetnek be például a többi rendszer mellett. És ugye a mai munkaerőhiányos helyzetben nagyon fontos, hogy azért a digitalizálható munkahelyek száma is elég nagy. Miért nem vágunk bele? Vagy miért hogyan? Hát ezeket a kis apró szösszeneteket, amiket ide tettem, ezekre azt szoktam mondani, hogy mindenkre van természetesen válasz. Mindenkinek nagyon bonyolult a folyamata, és mindenkinek egyedi. Ez így van az összes ügyfelünknél, természetesen ez nem így van, tehát hogy igazából nagyon sok hasonló folyamat van, amit mindenhol el kell végezni. Ha nem elég felkészültek a kollégák, az egyszerűen azért sem igaz, mert már anyósom is használ social médiát gyakorlatilag, sőt, én emlékszem, hogy a feleségem, amikor hát ő mindig is határidő naplót szeretett használni, jogászként pláne, nem tudtam sohasem rávenni arra, hogy valami elektronikus legyen. Akkor tudtuk először, amikor már fájt, ugye, mármint nekem fájt, mert megszületett a kislányunk, és hát nagyon gyakran kellett elmennem bevásárolni, és hogyha mindig hiányzik otthon valami, és nem nincs végig gondolva, hogy éppen mi kell a következő két nap, akkor én mehetek kétszer is boltba, úgyhogy a megoldás az a Google Keep volt, ha valami elfogyott, akkor rá kellett szorítanom, hogy írja föl, és pontosan tudtam, hogy mi szükséges a következő lépéshez az otthoni értékteremtési folyamatban, tehát, hogy olajat kell venni, gyümölcsöt kell venni, vagy valamit, ma már ugye ezt egy mobil felületen is össze lehet
kattintgatni, és kihozza a futárházhoz a bevásárlást, tehát sokkal, sokkal könnyebb ezt megtenni. De gyakorlatilag volt olyan dolog, ami már fájt, ami miatt el kellett kezdeni lépni, és pont ez a lényeg, hogy nagyon gyakran csak akkor lépünk, amikor fáj. És hogyha ezt tesszük vállalatként, hogy mindig azt a problémát orvosoljuk, ami éppen számunkra aktuális, most éppen probléma volt, nem találtunk egy szerződést, véletlenül kifizettünk egy olyan számlát, amit nem kellett volna, veszekedés volt házon belül mondjuk egy döntés kapcsán, akkor gyakorlatilag mindig azt a lépést fogjuk csak orvosolni, ami fáj, tehát folyamatosan fájni fog. Úgyhogy ennél jobb, hogyha legalább egy lépéssel megpróbálunk előre gondolkodni, és igazából ez a lépés azt gondolom, hogy ma még abszolút előttünk áll. Nézzük, hogy ha belevágunk bármilyen szinten is abba, hogy már a folyamatainkat is végig gondoljuk, és nem csak egy-egy-egy vertikális töltet digitalizálunk, akkor talán mik a legfontosabb tapasztalataink. Az első, hogy ne építsünk csillagrombolót. Igen, számtalan olyan nagyvállalati bank és egyéb tenderen indultunk, ahol indultunk 6 éve, 4 éve, 2 éve most is, és nem lett belőle gyakorlatilag még beszerzés sem, hiszen óriási költségvetéssel, nagyon nagy egyedi fejlesztéssel mindent is akarunk, amit csak sok év alatt lehet is. Egy szervezetet nem lehet felforgatni ilyen mértékben, sőt, sokszor a vezetői döntésig se lehet eljutni. Ugye egy kicsit talán az alatta lévő kapcsolódik ide, hogy nagyon fontos és nagyon jó, hogyha tanácsadókkal is együtt dolgoznak az ügyfelek, de ne felejtsék el a szállítókat. Láttam nagyon sok olyan példát, és amikor igen, csili-vili, tökéletesen kitalált folyamat, csak azt nem nézték meg, hogy van olyan rendszer a piacon, ami ezt esetleg gyárilag tudja, vagy mit tudnak ezek a rendszerek, és azért egy sok százmilliós egyedi fejlesztésű ajánlatok tömkelegét kapta, és megint nem lett belőle semmi. A konkrét példát nem szeretném elmondani, de 10 milliós nagyságrendben meg lehetett volna ugyanazt valósítani, hogyha nem kell széllyel fejleszteni az egészet, és akkor legalább elindult volna a projekt. Ugye, amit kiírtunk a standra, és hogy hát feladat, folyamat és dokumentum, tehát hogy a folyamat és a dokumentum az egy nagyon-nagyon hangsúlyos, hiszen ha jó a folyamatunk, jó lesz az értékteremtés, és hogyha nem dokumentáljuk, akkor nincs. Gyakorlatilag. És hát a jó projektmenedzser és a szoftver is 50-50%, igen, szerintem ezt nem kell mondani, hogy azt is mindig nézzék meg, hogyha bármilyen rendszerbe gondolkodnak, hogy ki az az arc, ki az az ember, aki ezt azért majd felelni fog, mert nagyon fontos, hogy vele is jól működjünk együtt, úgyhogy még jó, hogy a fejlesztő kollégáim ezt nem hallják, mert kapni fogok tőlük, mert nem csak a szoftver számít. És a felhasználók nélkül soha, a végén ezt az írtam fel, mert tipikus hiba, hogyha ezt egy IT projektnek gondoljuk. Bármilyen szinten is. Nem, ez egy üzleti projekt. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy értenünk kell a saját folyamatainkat, értenünk kell azt, hogy mit szeretnénk, milyen lépést, tehát, hogy az én munkám hogyan befolyásolja azt az embernek a munkáját, aki annak az eredményével dolgozik, és gyakorlatilag a legnagyobb hiba bármilyen ilyen folyamatalapú rendszer bevezetésénél, hogyha kihagyjuk a felhasználókat belőle, és hogyha azt gondoljuk, hogy ez simán informatikai eszközökkel vagy funkciókkal meg lehet oldani. Mert az a tapasztalatunk, hogy nem lehet. Úgy látom, hogy sikerült tartani az időkeretet, legalábbis, hogyha jól emlékszem, akkor pont 20 percünk van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és természetesen itt vagyok, és bármilyen kérdésre tudok válaszolni kávészünetben.